Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Múlt, jelen, jövő. Először is megtekintjük a múltat. Milyen emlékek vannak, ki gondol rád, mi vagy ki tér vissza a múltból, elfogadhatod-e ezt, vagy utasítsd ezt el, zárd le a múltat. Ezen a képen látható egy utazás, ez jelenthet külföldi kapcsolatokat is, tehát valaki gondol rád, és ez a férfi vagy hölgy külföldön él, messze van tőled. De tervezi ezt az utat, tehát meg akar látogatni téged, vagy azt szeretni, hogy te látogasd meg őt. Ez a kép jelenti a mozgást, utalhat változásokra, vagy arra is, hogy valaki visszatér a múltból. De mivel itt a mozgásnál lehet autóról is szó, lehet, hogy érdekel egy autó vásárlása, és ez egy olyan idősebb autó. Itt látható, hogy eléred a céljaidat. Ez a ház itt alul azt jelenti, hogy itt élsz, ez mutatja a környezetedet, a helyzetedet, de itt fent ez a vár utal arra, amit elérni szeretnél az életben. És ez nem a jelennel van összefüggésben, hanem a múlttal. Tehát voltak vágyaid, vagy terveid, és most a jelenben gondolkozz el azon, hogy tudnád ezt elérni, hiszen az élet utad felvisz ehhez a várhoz. Lehet, hogy ezek most a változások. De ahhoz, hogy elérd a céljaidat, valamit itt le kellene zárni, erre utal ez a koporsó. Persze néhányoknál jelenthet egy örökösödési ügyet is. Itt látható a mozgás, az utazás, külföldi kapcsolatok, itt javul a helyzet, eléred a céljaidat, de mielőtt tervezel valami újat, vagy bele akarsz fogni valamibe, zárj le valamit a múltból. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, mint például félelmek, vagy kapcsolatok, bizonyos tárgyak, vagy helyek. És most megtekintjük a jelent. Itt látható egy hamis nő. Valószínű szőke hajú ez a nő. Ez ott van a környezetedben jelenleg. Figyel téged, rossz indulatú, vagy hazudozik, vagy becsapott téged, vagy kíváncsi, és irigy rád. Itt a képen megjelenik a remény, tehát megvan a remény arra, hogy átlátsz a dolgokon, és eltávolodsz ettől a hamis szemétől. Amit itt ez a horgony jelent, hogy végre le tudsz horgonyozni, és úgy érzed, igen, ide most elérkeztem. Tehát megvan a biztonság, vagy az anyagiakat illetően, vagy a munkát illetően, vagy a lakóhelyet illetően, vagy a párkapcsolatot illetően. Amit ez a horgony még szimbolizálhat, ez a munkahelyi kapcsolat, a hivatásod. Lehet, hogy ebben a környezetben van ez a hamis nő. Itt látható a ház, utal az otthonodra, a környezetedre, a családra,
Tehát ez a hamisság ott is megjelenhet. Lehet, hogy két különböző hölgyről van szó, ellenség a munkahelyen és a környezetedben is. Itt, ami a lakóhelyedet, a családi helyzetet illeti, itt le tudsz horgonyozni, megvan a biztonság, az anyagi biztonság is. Az is lehet, hogy lesz itt munkahelyi változás, munka otthonról, vagy kiépítesz valamit. De azért légy óvatos, mert itt van ez a hamis nő, aki figyelget téged. És most megtekintjük a jövőt. Itt újra felbukkan az utazás, tehát megvannak a külföldi kapcsolatok, lesz egy utazás, vagy valaki meglátogat téged. Ez a kártya utalhat változásokra, mint például egy költözködésre, vagy munkahelyi változásra is. Jelenti az autót is. Itt látható egy férfi, és itt hivatalos dolgokról van szó. Az lehet, hogy valamit el kell intézned, vagy lesz itt egy meghívás, és valamit kell tisztázni, ami a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet illet. De ez mind rendeződni fog, hiszen itt van ez a kellemes meglepetés és ajándék, valaki megajándékoz téged, vagy ennél a hivatalos dolognál jóra fordul minden. Ami a jövőt illeti, itt vannak még hivatalos dolgok, amit rendezned kell. Itt előre mennek az események, lesznek változások, vannak külföldi kapcsolatok, utazások, lehet, hogy valaki meghív téged, és lesz ez az utazás, vagy valaki szeretne téged meglátogatni, átnyújtja ezt az ajándékot, itt lesz egy kellemes meglepetés, és én úgy mondanám, hogy lesz szerencse. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá!